Hát a piros A rendezést, ugye volt egy segédrendezőm, aztán a rendezést, aztán a kövérőgyilkosnak. Tehát, hogy jó, az utat, tehát a hidat most lezártam, a forgalom már. Mi a terve? Jelen pillanat, nagyon egyszerű, nagyon egyszerű, ugyanazt fogom mondani, mint 5 perccel ezelőtt. Én ezt határítettem, én 3:30-ig mondtam, hogy átadom a képviselőknek, át szeretném adni még egy ember társaságában, és utána... De mi a hídon álltunk meg ehhez? Akkor mi nem változtatunk a bejelentésnek a dinamikáin, és miért nem menjünk akkor a... Hát az a helyzet, hogy... Ezt már mondtam, ezt nem igen. A média főszerző. Úgy néz ki, hogy ez a devizás úgy csak nekünk fontos. De itt a hídon veszünk, meg mikor ár Budapest fogja, vagy nem megyünk tovább. A bankok mi az ország, miért a híd? Akkor maradunk a hídon. De itt mi lesz a következő program? Gondolom, itt vége a rendezvénynek, nem megyünk tovább, akkor itt álljunk. Mondom, nagyon egyszerű, negyed óra múlva levonulunk a hídról, ezt át akarom adni, vegyék át tőlem az 5 frakciónak, parlamenti frakciónak. Mindjárt először igazgatják, aztán utána meglátjuk, hogy érdemelni vagyunk. Uraim, kérem a személyek igazgatják, uraim. Látszik, hogy vízpolyó. Ugye Vácek Frigyes, aki egy évvel ezelőtt bezúzott egy banki rakatot elsőként Magyarországon, most úgy döntött, hogy lezár egy hidat, mert azóta sem oldódott meg a devizahiteles helyzet. A kormány egyre inkább a bankok segélyt nyalja, bankoknak kedvező törvényeket hoz. Nem beszéltünk meg, úgyhogy pontosat nem tudok, csak azt látom, amit látok. Hogy ez egy abszolút spontán dolog, még a többieknek sem mondta el, mi is értetlenül állunk a dolog előtt, de tapsoljuk, mert csodálatos, amit művel, másodszor teszi azt meg, hogy elsőként elől elindul, nem vár senkire, hanem ő maga megy elől, úgyhogy abszolút hős. És mit kér Frici? Frici ezt a egyelőre csak időt, ő azt mondta, hogy ő elmegy a képviselői irodaházba, szeretne beszélni az összes parlamenti frakcióval, ha őt meghallgatják, akkor utána megyünk tovább. Gondolom azt akarja nekik elmondani, hogy ne álljanak a bankok mellé. A bankok is azt csinálnak, amit akarnak, nem? Valószínűleg el fogják vinni, az valószínű, nem itt a rendőrök. Ez akár elő is fordulhat, most igazoltatása folyik éppen. Addig csak kiengedik, ha elszaladok, átadom, visszaszaladok és elmegyek. Ez a terve. Kipontották a dolgot. Kiírom a gyerekek? Frici, elmondod, hogy ezt most miért csinálod? Az a helyzet, hogy megígértem az 5 parlamenti frakciónak, hogy ezt a petíciót, amit te is aláírtál, azt 3:30 és 4:30 között beviszem nekik. Viszont úgy néz ki, hogy egy kis idő zavarba kerültünk, mert ugye az eredetileg engedélyezett tervtől eltérve egy sokkal nagyobb kurvit tettünk Kispesten, és úgy gondoltam, hogy akkor ezt egy huszárvágással így megoldanám. Tehát itt leállok, elszaladok, elég jó kondim van, elszaladok. Igen. A rendőrök ezt megengedték most neked? A rendőrök most éppen igazoltatnak engem, és... Utána elmegyek? Nem tudom, még nem közölték velem. Frici, hárj, neked nem terem jogod van, baszik. Nincs el, baszik. Nincs el, baszik. Nincs el, baszik. Megbocsátszatok meg. De elmesz és visszajössz, és utána megverelsz? Kurva! Kurva!
De most ezt nyilván akkor nem voltak. Hogy hazagyom.